Sziasztok, jó itt közöttetek lenni, akkor folytatom ezt a kis reggeli gondolatcseresznyézést. Én is egy pár gondolatot hoztam, és én azt a frappáns címet adtam a kis gondolattálkámnak, hogy az álomgyülekezet, vagy a szomszéd gyülije mindig zöldebb, és arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet a te gyülekezeted a legzöldebb, és hogyan lehet a te gyülid az álomgyülekezet. Amikor én mielőtt a BPA-ba jöttem, azelőtt én a teológiára jártam, és a teológián úgy van, hogy minden évben, egész évben van egy ilyen gyakorlat, és mindig egy másik gyülekezetbe rendelnek ki. Ezt nem mi határozzuk meg, ezt eldönti a teológia, és akkor egész évben ott vagy. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor elkezded a teológiát, ugye előtte jártál valahova jobb esetbe, valamilyen gyülekezetbe, úgynevezett anyagyülekezetbe. Én is egy ilyen hívő családban nőttem föl, anyagyülekezet, tehát én is egy ilyen benszülött figura voltam, és amikor elkeveredtem a teológiára, akkor kiszakítottak ebből a kis közegből, és utána végigjártam a teológiát, 4 év, 4 különböző gyülekezet, tehát azért beleláttam a dolgokba. Ez baptista teológia volt, tehát bocsássátok meg nekik. És a lényeg az, hogy amikor elvégeztem a teológiát, akkor egy ilyen válaszút előtt álltam, hogy most akkor menjek én teljes idős szolgálóként, lelkipásztorként álljak bele a szolgálatba, vagy a családi vállalkozás felé vegyem az irányt, és én hiszem azt, hogy hát abba volt békességem, abba volt inspirációm, hogy a családi biznisz felé menjek, úgyhogy keresni kellett egy gyülekezetet. És azért kérdezhetitek, hogy hát miért kellett, hiszen ott volt ez az anyagyülekezet. Én bár oda jártunk, én amikor megtértem, akkor mindig azt éreztem, hogy egy picit ilyen ellenzékbe vagyok ott a gyülekezettel, tehát én ahogyan találkoztam az Úrral, ahogy megérintett a szeretete, ahogy újjászült, azt éreztem, hogy egy kicsit az ott ilyen állóvíz. És nem éreztem azt, hogy nekem egy olyan helyre kéne járnom, ahol mindig én vagyok itt a hangos ellenzék, vagy mindig valaki többet akar, vagy tüzesebben, vagy miért nincs dicsőítés, vagy egyebek. És be kellett látnom azt, hogy hát ez így nem jó, új bor, új tömlő, gyerünk, keressünk egy olyan helyet, ahol az ember jól érzi magát. Vagy hát ugye itt kezdődött el az a gondolatmenet, amiről egy kicsit szeretnék beszélni, hogy hát hogyan válasszak gyülekezetet, vagy hogyan találjam meg azt a lelki otthont, mondjuk ilyen szavakat használjunk, hogy ahol jól érzem magam, vagy igazából mik is a szempontjaim. És akkor volt egy kedves lelkész mentorom, aki adott egy ilyen szempontrendszert, hogy na akkor mik lehetnek ezek a szempontok, hogy van-e dicsőítés, a prédikáció hossza, a stílusa, a teológiai, dogmatikai azonosság, hogy mennyire vág egybe az én hitemmel, az én meggyőződéseimmel, és akkor voltak még ilyen elvont dolgok, hogy mennyire van tér újat kezdeni, az innováció lehetősége mennyire van benne a gyülekezetbe, mennyire vannak ott olyan szolgálótársak, akivel lehet húzni együtt a gyülekezetet, aztán az ilyen személyes szükségletek, hogy van-e kismamakör, meg gyerekvigyázás, meg tralala. És ezek, higgyétek el, hogy tök fontos dolgok egyébként, és nem baj, hogyha az ember ezeket végig gondolja, és nyilván, hogyha valaki ilyen benszülöttként van, akár ebbe a gyülekezetbe, akárhol, akkor ugye valamit kapott, van egy adottság, és akkor az ellen lehet valamit tenni. De nagyon sokan vagytok úgy, akik mondjuk megtértetek a világból, és választanatok kellett egy gyülekezetet, és lehet, hogy tudatosan vagy tudatalatt voltak ilyen szempontjaitok, és aszerint elkeveredtetek valahova. Na most ezek mind fontosak lehetnek, de amikor én a BPA-ba kerültem, akkor végül is nem ez döntött. Dicsőség az Úrnak, úgyhogy most nem tudok ilyen bizonyítványt osztani nektek, ne haragudjatok, hanem szóbeli értékelés lesz. Hanem valami egészen más történt, és igazából
menet közben jöttem rá, és menet közben jöttem rá arra, hogy az álomgyülekezet, vagy hogyha ilyet kerestem volna, akkor lehet, hogy nem ezt fogalmaztam volna meg, hogy én most az álomgyülekezetet kerestem, de szerintem valahol a szívünk mélyén azért van egy ilyen valami ott belül, hogy azért mégiscsak a legtökéletesebb, azért csak is a mi gyülekezetünk legyen ám a legjobb, meg oda akarok én járni, és akkor néha így fölülök a panaszvonatra, vagy erre a Szaragyüli Expressre, nem tudom, hogy váltottatok-e már jegyet oda, elnézést a bárdolatlan nyelvezetért, akit ez bánt. Szóval, hogy nem tudom, hogy jártatok-e már ott, de én azért időről időre beleszaladok ilyen beszélgetésekbe, itt is, ott is, azokba a gyülekezetekbe is, ahol jártam. Tehát érdekes módon valahogy minden gyülekezetben van valami, ami nem igazán úgy van, nem ilyen, nem olyan, nem amolyan, és mindig lehet találni valamit, és nem megyek bele, hogy ez most ilyen magyar sajátosság, vagy a 10 millió gyülekezet szakértők országa, ugye, ahogy a focival van, de hogy arra jöttem rá, hogy az álomgyülekezet az egy álomhozzáállással kezdődik. És ez az álomhozzáállás, ez bennem kezdődik el. És amíg bennem nincs meg az álomhozzáállás, addig igazából a világ leges-leges legjobb gyülekezete az összes szempontnak megfelelhet, mindent csont nélkül ki lehet pipálni a listádon, de az soha nem lesz az álomgyülekezeted. Mégis hogyan lehet ezt az álom hozzáállást és ezt az álom gyülekezetet elérni? És én most három dologban foglaltam össze azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ez az álom hozzáállás meglegyen. Az elsőnek azt a nevet adtam, hogy befogadlak, mert csak. Csak úgy. Róma 15:7. Fogadjátok tehát be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Hogyha én egy molylepke gyűjtő ember lennék, akinek lenne egy ilyen gyönyörű szép molylepke gyűjteménye, és azzal besétálnék egy molylepke gyűjtő klubba, akkor boldogan ölelnének át, hogy szevasz te molylepkés ember, mutasd a gyönyörű molylepkéidet, milyen tűt használtál, hogyan van felszúrva, de szép posztó, jaj, de gyönyörű. És meg nem fordulna a fejükbe, hogy elkezdenek engem szekálni, vagy valamilyen módon engem kipécézni. Bár lehet, hogy nem lennének szépek a molylepkéim, ez egy idő után lehet, hogy kiderülne, akkor lehetne róla beszélgetni, meg gondolom cserélgetnénk a kis molylepkét a nagyra, vagy nem tudom, ez hogy működik. De szóval a lényeg az, hogy nagyon boldogok lennénk ott együtt a molylepkéinkkel, és itt a történetnek kb. Vége is szakadna. Na most ugyanez hogy van a gyülekezetünkben? Hozom a kis Krisztust magammal, ott van bennem az Úr, és aztán megérkezek a gyülekezetbe, és mi történik? Azt hiszik, molylepkét hoztam. És sok helyen sajnos lehet, hogy tényleg ez a helyzet. És ezt azért mondtam el, mert szerintem bőségesen elégnek kell, hogy legyen a befogadás alapvető tényeként az, hogy hozom az Urat. Hogy egy hiten vagyunk, hogy itt van a Krisztus, és tök mindegy, hogy ki vagy, mi vagy, milyen színed, szagod, egyebed van, milyen molylepkéid vannak, be vagy fogadva, és kész. De tudjátok mit? Tovább megyek. Szerintem még ez se kéne. Mert szerintem a befogadás nem hitcentrikus, hanem bűncentrikus. Ez egy bűncentrikus műfaj, vagyis, hogy nem amiatt fogadunk be valakit, nem annak kellene az alapja lenni, hogy ő is hívő, én is hívő, igen, ámen, de mi egy gyülekezet vagyunk. És mi Jézus Krisztus képviseljük ezen a földön, és Jézus Krisztus nem az igazakhoz jött, persze hozzájuk is, mert nyilván tudta, hogy kicsoda lehet igaz valójában, hanem a bűnösökhöz jött.
És hogyha a mi befogadásunk csak odáig tart, hogy jó van, te is hívő vagy, én is hívő vagyok, gyere, zárjunk össze, és csinálunk egy ilyen kis exkluzív klubot, egy ilyen kis VIP közeget, ahol seki sebe, akkor nem töltjük be azt, amit Jézus képviselt, és akkor nem mondhatjuk azt, hogy mi valóban őt képviseljük. Szóval ez egy abszolút bűncentrikus műfaj, és mi a fontos ebben? Szerintem az a nagyon fontos ebben, hogy te is, meg én is ugyanolyan bűnös senkik vagyunk. Ugyanazok a halálra ítéltek vagyunk, akiket felmentett az Úr. Semmivel se vagyunk jobbak, semmivel se vagyunk többek. És lehet, hogy 20 éve vagy felmentett, lehet, hogy 1 éve, lehet, hogy 5 perce, de akkor is egy felmentett bűnös, vagy egy halálra ítélt valaki vagy, aki egy hihetetlen kegyelemből, egy királyi kegyelemből egy amnestiát kapott valaki vagy, és felszabadultál, és ennek örülj, és ebben boldogok vagyunk. De ezt sose szabad elfelejteni. Ezt nem szabad elfelejteni, mert ez köt bennünket össze, és ez lesz az alapja annak, hogy ne méricskéljem a másikat, és ne azt mondjam, hogy ha bűnösöket mérce nélkül szeretjük, és abban a pillanatban, amikor ez a bűnös átlépi a gyülekezet küszöbét, fogjuk ezt a mércét, azt ide fölemeljük. Hogyha ezt csináljuk, akkor az nem lesz álomgyüli. Akkor az nem az álomhozzáállás. Az a rémálomgyüli. Az a rémálomgyüli, pontosan. 1 János 1:2, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk, ugye a Krisztus. Amit tehát láttunk és hallottuk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. A következő fontos dolog, amit ebben a befogadlak témában megértettem, az az, hogy én a testvéremhez Jézus Krisztuson keresztül vagyok hozzákapcsolva. Tehát ez egy olyan háromszög, amiben a testvérem és én közöttem ott van az Isten. És ez azért fontos szerintem, mert ez egy ilyen Jesus filter, egy ilyen Jézus szűrő, hogy így ott van közöttünk, és rajta keresztül kapcsolódunk. És ahogyan az én testvérem viszonyul hozzám, az Krisztuson keresztül megy. És ez alatt azt is értem, hogy az ő cselekedeteivel Krisztus felé tartozik elszámolással. Ahogy ő viselkedik, amit ő tesz, azt a Krisztus szűrőjén, a Krisztusnak mércével, a Krisztusnak a lényével, az általa képviselt értékeken keresztül kell, hogy tegye, vagy ha nem teszi, akkor ezt nem szabad magamra venni. Akkor nem ellenem vétkezik ő elsősorban, hanem Krisztus ellen. És utána persze vele együtt és rajta keresztül fogja rendezni, de hogy soha ne gondoljatok szerintem a közösségi, az egymással való kapcsolatra Jézust kihagyásával. Szóval ne hagyjátok ki Jézust ebből a kapcsolataitokból. Elvont értelemben is, de teljesen gyakorlati szinten is, hogy soha nem egy az egybe kapcsolódsz csak valakivel a gyülekezetbe, a testvéreiddel, hanem mindig ott van ez egy ilyen hármas fonál, és egy kicsit ez talán felidézheti így a házasság gondolatait. Szóval a pozitív megáll, a negatív pedig fennmarad ezen a szűrőn. De nem mindig marad fenn, és lehet, hogy nem mindig tudjuk ezt ebben az emelkedett lelki állapotban, hogy igen, mindent Jézuson keresztül élek meg, mert emberek vagyunk. Persze jó, hogyha ezt észben tartjuk, de a második pontra térnék, szeretlek, te gyökér. És azért ezt adtam, mert hogy szerintem nagyon fontos kimondanunk azt egymás felé, hogy szeretlek, te gyökér. Mindegy, mekkora gyökér vagy. Tudjátok miért? Mert én egy sokkal nagyobb gyökér vagyok a másiknál. Én mindenkinél vállalom, hogy nagyobb gyökér vagyok. És tudjátok, milyen felszabadító érzés ez, hogy
hogy igazából mindannyiunknak ott vannak a kisebb-nagyobb dolgai, emberek vagyunk, esendőek vagyunk, nagyon esendőek vagyunk, és egy közösségbe millió és egy ponton fogjunk egymás lábára lépni, meg sarkára lépni, meg sorolhatnám. És egyszerűen, ha azt gondolom, hogyha tudatosítjuk magunkba azt, hogy igazából ne is számíts másra, tehát hanem tedd magadévá azt a gondolatot, hogy ugye ami az előzőből is jön, hogy gyökér vagyok, de szeret engem az Úr. És abban a legalantasabb állapotomban is lehajolt és felemelt. És ugye ismerjük a szolgáknak az adósságos történetét, ugye aki sokkal tartozott meg, akivel kevéssel. És ugye ott is ez van, hogy nekem elengedett egy csomót az Úr, és sokkal kevesebbet nem engedek el én a testvéremnek. És ez a másik, hogyha Isten engem így szeret, és elfogad, és nem tágít mellőlem, akkor én hogyan fogom szeretni a másikat? És figyeljetek, biztos, hogy folyamatosan a gyülekezetben konfliktusok lesznek mindig is. De ettől még ez lehet egy álomgyülekezet. Az álomgyülekezet nem az a hely, ahol nincsenek konfliktusok, hanem ahol megtanulták szeretetben kezelni és elfogadásban konfrontálódni, megbeszélni a problémákat. És szerintem az egyetlen kérdés az, hogy te hova szeretnéd elvinni a kapcsolatot? Te abban vagy érdekelt, hogy egy konfliktus állóháborúvá merevedjen, hogy kialakuljon egy ilyen status quo, ők ott, mi itt, megfagynak az arcvonalak, és elhúzódjon a háború. Kell ez a háború? Nyerhet akárki a háborúban? Vagy abban vagy érdekelt, hogy megoldódjon a dolog? És nem azt mondom, hogy egyik napról a másikra meg fog valami oldódni. Nem azt mondom, hogy minden konfliktust könnyű megoldani. Vannak nagy és összetett konfliktusok. De van segítség. Itt vannak a pásztorok. Itt van nagyon-nagyon sok értelmes, okos, művelt, ügyes coach, tréner, pszichológus, testvér, akárki, egyszerűen csak valaki, aki közben tud járni akár közöttetek. És ne hagyjátok, hogy a konfliktusaitok megegyék az álomgyülekezeteteket. Ne hagyjátok, hogy a konfliktusaitok megegyék az álomhozzáállást, mert a sátán azt akarja, hogy ék legyen közöttünk, hogy széthúzzunk. De mi, akik a Krisztuséi vagyunk, akik az álomgyülit akarjuk megélni, nekünk össze kell tartani. És tudom, hogy sokszor nehéz összetartani. És higgyétek el, nem csoda. Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindenkik, meg vagytok fáradva és meg vagytok terhelve. Hát megfáradt és megterhelt emberek jöttünk össze. Hello, hát mi lenne itt, ha nem égnének a bozótosok? Hát persze, hogy egy csomó minden ott van bennünk. Személyesen is fejlődnünk kell. Az élet is folyamatosan hozza a mindenféle gondját, baját. Hát nem olyan egyszerű. Na, egy kicsit több megértés, egy kicsit több szeretet. És emlékeztessétek magatokat, szeretlek te gyökér. Mindegy, hogy mennyire vagy gyökér. És ez iszonyatosan nehéz, de én hiszem azt, hogy ezeket, amiket mondok, és amiket megéltem, ez egyértelmű, tehát ennek az alapja az, hogy csak a Szent Szellemmel járva, csak a Krisztusban, tehát hogy szeretni a világon a legnehezebb dolog. És ezeket megcsinálni, vagy ezt az álomhozzáállást elérni, ezt egyedül meg se próbáljátok ki. Azt lehet, hogy az elején kellett volna mondanom. Ez csak az Úrral együtt. Tehát ez csak úgy működik, hogy a Szent Szellem, és mindent odaadok az Úrnak, és a bosszúállást, és mindent oda az ő lábához, rábízni mindent, és csak úgy. És aztán a harmadik dolog, az pedig, úgy neveztem el, ez már kevésbé kicsit uncsibb, itt leszek, akármi történik. És a
Az efézusiakhoz írtja Pál, ugye, ezt, amit így a házasság és az esküvőkön nagyon szeretnek elmondani. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. És nem tudom nem kihallani belőle a gyülekezeti párhuzamot, hiszen hát nyilván ki is van mondva, de hogy az egyéni, lokális ember és ember közötti párhuzamot is, hogy mi is úgy szeressük a gyülekezetünket, ahogyan önmagunkat szeretjük. Aki a gyülekezetét szereti, önmagát szereti. És a gyülekezet én vagyok, meg te vagy. Szóval, hogyha szereted az embertársadat, a testvéredet, akkor saját magadat is szereted. És azt gondolom, hogy ez az a hozzáállás, az álomhozzáállásnak egy harmadik építő eleme, amikor leteszed a voksodat a másik mellett, a testvéreid mellett, a közösség mellett, ahol vagy. És azt gondolom, hogy jó, ha ide ki tud futni egy ilyen álomhozzáállás, egy ilyen álomgyülekezet megvalósítás, amikor azt mondom, hogy én ide tartozom, és döntöttem, mert szerintem a kapcsolatok döntés alapúak. És a házasságban is mindig elmondják, ilyen házassági trénerek, hogy figyeljetek, a párkapcsolat, a házasság, az ne érzés alapú legyen elsősorban, ahogy a szeretet is. Elsősorban nem egy érzés, hanem egy döntés. Egy döntés afelől, hogy cselekszem, de egy döntés a másik mellett, a másik személye mellett, a ti személyetek mellett. És én döntöttem a ti személyetek mellett. És én döntöttem a gyülekezetemről. És tudom, hogy sokan vannak, akik ilyen úgynevezett ilyen church hopperek, ez az ilyen angol grasshopper szöcske szóból ilyen gyülekezet szöcske jelentést vet föl. És vannak ilyen gyülekezeti szöcskék, akik így ugrándoznak, és nyilván van egy természetes része, amikor keresem a gyülekezetemet, keresem a közösséget, ide megyek, oda megyek, de nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor elhatároztad magadat egy gyülekezet mellett, egy közösség mellett, letetted a voksodat, és aztán, ahogy elkezd emelkedni a talaj, mert ugye az elején minden nagyon rózsaszín, ugye a mézes hetek a kapcsolatokban, mézes hetek a gyülekezettel való kapcsolatban. Az is olyan, hogy az elején nagyon-nagyon feeling, mindenki mindig meghív minden vasárnap ebédre, vagy nem, de mindegy, ez nem az a hely, de ugyanakkor akkor körbevesznek, akkor figyelnek rád, akkor melléd ülnek, aztán ez így szépen elkopik, már nem ülnek melléd, már nem hívnak meg már akit, aztán szépen elkezd emelkedni a talaj, belekerül az ember a különféle konfliktus helyzeteibe, ugye ember emberrel van ugye csiszolva, ugye, és szépen formálódunk, és elkezd emelkedni a pálya, és elkezd nehezebb lenni a menés. És akár a házasságban, akár az emberi kapcsolatban, akár a gyülekezetben, ilyenkor ugye ismerjük ezt a kilépők társadalmát, azt éljük, ha még nem hallottátok, akkor ez annyit jelent, hogy amikor elkezd valami nehezedni, akkor szépen kilépünk, akkor jó napot kívánok, becsukjuk az ajtót, megyek tovább, szevasz. De nem oldódott meg a probléma valójában, mert én vagyok a probléma. Én viszem tovább, és ahova én megyek, oda jön a probléma is. Ugye ez egy kicsit ez a másik esküvői igének a kicsavarása. Na jó, szóval komolyra fordítva a szót. Tehát amikor elkezd nehezedni a pálya, akkor megpróbáltatik a te döntésed. Akkor tűzben elkezd az kipróbálódni, hogy az tényleg mennyire komoly, mennyire volt tényleg eldöntve. És ez egy elég furcsa dolog, de és már hogy úgy értem, hogy furcsa, hogy olyan misztikus az egész. Tehát nehéz azt megfogni, hogy hogyan lehet az ember hűséges, hogy hogyan tud kiállni
valami mellett, valamiért hogyan tud beleállni a konfliktus helyzetbe és szeretetbe megoldani. De elmondok nektek egy történetet még gyorsan, amikor a feleségemet megismertem, mostani feleségemet, kedves Tirzát, akik egyébként itt vannak. Szóval zárójel bezár. Tehát én úgy döntöttem el, hogy a Tirzát feleségül fogom venni, és ez senkinek nem ilyen követendő példa, csak ez egy, én nálam ez így volt. Én hitre jutottam abban, hogy ő lesz a feleségem, és emlékszem arra, hogy leültem az ágyam szélére egyszer, és így végig gondoltam, hogy na jó, úgy hiszem, hogy van egy ilyen inspiráció az Isten oldaláról abban, hogy esetleg ő egy jó választás lehet, és nem ennél sokkal erőteljesebb volt, csak nem tudom ki hányadánál a mindenkinek van egyetlen házastársa, akit kijelölt az Úr, és ha nem azt teszed el, akkor vége a bulinak, vagy sok lehetőség közül lehet választani, csak az Úrban legyen. Szóval nem tudom, te hol állsz, én abban voltam, hogy nekem ő az, aki, és nincs több kérdés. És akkor leültem oda az ágy szélére, amikor már éreztem, hogy az Úr így a lelkemre így beszél, és akkor mondom, na jó, akkor ez most jó. Na, akkor én most döntök. És emlékszem, hogy ott meghoztam a döntést, elővettem egy borítékot, ráírtam, hogy gyűrűpénz, és beletettem egy 20 000-est. És onnantól kezdve el volt döntve a dolog. Az a dolog pikantériája, hogy akkor még igazából nem is kezdtünk el randizni, akkor még nem is kezdtünk el ismerkedni, tehát így ezért talán egy kicsit izgibb a dolog, bár együtt szolgáltunk valahol, meg azért volt valami, tehát nem ez a... Nem vagyok ennyire elborult, de mindenképpen az Úrtól vettem a vezetést, azért azt hiszem, és hát döntsétek el, mellékelt ábra. De a lényeg, amit akarok ezzel mondani, hogy ott született meg a döntés. És a kapcsolatunkat az a döntés tartja egybe, amit ott annak az ágynak a szélén hoztam meg, amikor eldöntöttem, hogy ha törik, ha szakad, akármi van, én vele együtt. És lehet, hogy ez egy kicsit radikális a gyülekezetre lefordítva. De én szeretek radikális lenni. Én szerintem úgy jó, hogyha kimaxoljuk a dolgokat, hogyha tényleg beleteszünk apait, anyait, és szerintem a gyülekezetet sem érdemes ilyen tingli-tangli féllábon csinálni, hogy hát, mint az ilyen élettársi kapcsolatok, tudod, hogy így, hogy összeköltözünk, de ha nem jó, majd szétmegyünk, és akkor persze nem lesz jó, mert egy idő után mindig jön valami, ami nem jó, de azt rendbe kell rakni, nem elmenni. És a gyülekezetbe ugyanígy szerintem nem érdemes járni, hogy hát oké, most itt vagyok, most itt melegedek kicsit, meghallgatok ezt, azt, amazt, és aztán majd, ha nem jó, akkor lelépek. Hanem dönts. Dönts, hogy ez most egy házasság, vagy ez most csak egy élettársi kapcsolat. Hogy itt leszel, akármi történik, vagy nyitva hagyod a vészkijáratot. Mi lesz, hogyha ég a ház? Akkor hova menekülsz? Mert Jézus ott lesz az égőházba, és ő bent marad, és ő bent ég velünk. Most nem ilyen üdvtörténeti értelemben, hanem amikor forró a helyzet, akkor ő ott van mellettünk, és lehet, hogy te elmész egy másik gyülekezetbe, de Jézus abban érdekelt, hogy abban a helyi gyülekezetben, ahol a probléma van, hozza a megoldást, és adja a bölcsességet, és segítsen végig gyúrni a közösségnek magát egy adott konfliktuson, vagy azoknak az embereknek, akik ott vannak. Úgyhogy én ennyit gondoltam elmondani nektek, és megvádolhattok, hogy nagyon leegyszerűsítettem a dolgokat, és igazatok is van. Ez egy kicsit egydimenziósra sikeredett, de remélem elindított bennetek gondolatokat, és nyilván vannak szélsőséges esetek, szélsőséges szituációk, azokkal én nem akarok foglalkozni, de a pásztorok ezért vannak, úgyhogy ha ilyenbe vagy, azonnal keresd meg. A többit pedig rendezd azzal, akivel szükséges.
Tehát ne hagyjátok úgy lemenni azt a kedves napot, hogy konfliktusban vagy a másikkal. És menj oda, és ha most az Isten szól a te szívedhez, hogy hú, hát igen, meg kellett volna békülnöm a barátommal, még fele barátommal, még mielőtt odaérek az oltárhoz, de már hónapok óta halaszgatod ezt a megbékülést, akkor ma menj oda és békülj meg. Akkor lépjél ki és békülj meg. Mert ez fog egy örömöt, egy felszabadulást, egy boldogságot hozni az életedbe, és ez fogja elhozni az álomhozzáállást, amivel az álomgyülekezetedbe járhatsz. Köszi, hogy meghallgattatok!